Idén is ellátogattak a Kertbarátkör Eger Egyesület bíráló tagjai a város legszebb konyhakertjeibe, hiszen ismét elérkezett az idő, hogy az országos versenyben is részt vegyenek. Jó Attila majdnem 10 éve gondozza kertjét. Elmondta, számára kikapcsolódás jelent a ház körüli munka. Egyrészt az, hogy a természetben való természetben van az ember, akkor ki tud kapcsolni. És tehát voltak éppen nekem a mai világban, ez a rohanó világban úgymond, ez engem kikapcsol, és tudok egy kicsit lazítani. Másrészt meg szeretek vele foglalkozni. És szeretem azt, hogy a gyerekeim látják ezt, és tanulnak belőle. A jövőre 50 éves egyesület elnöke elmondta, a szép konyhakert titka az, hogy a tulajdonos szeressen oda járni. Akiknél máma is jártunk, a legtöbbje úgy nyilatkozott, hogy hát azért ilyen szép a kert, mert szeretem csinálni. Tehát nem azért, mert én milyen sokat dolgozok benne, meg hogy ez milyen rettenetes dolog, hogy ezt csinálni, hanem mert ha kimegy, akkor szinte pihenőnek érzi, hogy na én elvégeztem a dolgomat, ami kellett a városba, vagy akármi, és pihenőképpen kimegyek a kertbe, de már akkor ezt is meg szeretném csinálni, meg azt is. Nem csak magánszemélyek kertjeit bírálták, hanem például a civil közösségek háza közösségi kertjét is. Ennek ez a második éve, amúgy szerintünk legalább kétszer szebb, mint a tavaly ilyenkor volt. Eleve egy nagyon jó év ez a mostani, tehát sok a csapadék, nem tudom, jó az idő is, tehát minden gyönyörű, paradicsomok, padlizsánok, cukkin és a többi dögivel, úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk neki, és kíváncsiak leszünk, hogy milyen lesz a többi éve. Nyilván rengeteg közösségi kert van az országban, meg Egernek is van több közösségi kertje is, de hát ugye nekünk ez a kedvencünk. A több mint 10 éve először megrendezett versenyre Egerből idén összesen 34 jelentkező volt.